Justin Dami, Alvin, let's go. Yeah. I'm in the whip with a thotty, looking like Skybree, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartier's. And the bitch deserve it, put in work for the money she earn it. Give me top every night, lip service, never gotta block these, she worth it. I'm out in Abu Dhabi, with a bad bitch look like Skybree, ooh. Right beside me, in a phantom off that body, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Skybree, ooh. Right beside me, in a phantom off that body, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Skybree, ooh. Right beside me, in the phantom off that body, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Skybree, ooh. Right beside me, in the phantom off that body, yeah, yeah. Shorty a dancer, with her OnlyFans, got her bands up. She independent, got a land truck, don't need no man, but I'll man up for that, ooh. Put it on camera, she a freak, nothing I can't handle. When I'm pulling up in that phantom, I got a boot wetter than Niagara, ooh. Bitch, I'm a dog, I'm with the leash. Ain't no one holding me back, I'm a beast. Showing them off, all of my teeth. None of them with me in these streets, ooh. Skybree hit me in my DMs. I've been trying to meet up and see ya. I can fly you out to Abu Dhabi, with a bad bitch look like Skybree, ooh. Right beside me, in the phantom off that b***h, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Skybree, ooh. Right beside me, in the phantom off that b***h, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Skybree, ooh. Right beside me, in the phantom off that b***h, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch like Skybree, ooh. Right beside me in the phantom off that b***h, yeah, yeah. Well, this one is a knocker. Step in and dance and I does my dance. Everything scatter. Right? Right now, man, active. Down with the game like a man is. Me bring the flame like a matches. Test me now, without the slackness. Active style and pattern, that's on my deck. Active. Active. One live life massive. Talking weapon off a brandish. Touch you down, hold the world hostage. Wanna start the bumper clock mash pit. When me step out, whole face get active. Clocks on the teeth side, bad bitch on each side. Big splits, chillin' on the beat side. Run things where you feel like. Kick big, have a carve out of each side. Freestyle now, millions for each line. Too cool, man, I need ice in my beverage. Test this bigger, please find the exit. Right now, man, active. Got me the game like a bandit. Me bring the flame like a mattress. Let's meet up, but don't the slackness. Active style and pattern, that's on my deck. Active. Active. One live like massive. Talking with an happy brandish. Touch you down, hold the world hostage. Wanna start the bumper clock mash pit. When me step out, hold this game active.
Justin Diamond, Alvin, let's go. Yeah. I'm in the whip with a thotty, looking like Skybree. She got a body, ayy. And she been calling me daddy lately. Want me to put her in Cartier's. And the... Microphone muted. Na hát, sziasztok, üdvözlök mindenkit a mai live-ban az SRC, a Sim Racing Company Open Cup-jának lesz az osztrák nagy díja, amire már én is beneveztem, tehát én is SRC tag lettem, és hát a képen látható gyönyörű szép AMG Mercedes fogom vezetni, itt lesz velem a live alatt csapattársam is. Úgyhogy ketten megpróbáljuk megváltani a világot, reméljük, hogy sikerül is, úgyhogy jó szórakozást mindenkinek. Egy körmére felmelegettek a gumik. Úgyhogy legyetek jók és jó szórakozást mindenkinek. Lehet, hogy ez egy unalmas live lesz a részemről, de reméljük, hogy lesz csata, illetve sikerül egy kicsit tapasztalatot szerezni ezen a pályán is, úgyhogy remélem, hogy mindenki itt lesz majd és élvezni fogja. Úgyhogy jó szórakozás nektek. Én mennyire gyűlölöm ezt a boxot amúgy. Hát igen, ezt hülyén alakították ki. Na, gyorsan elszorítok a WC-re, aztán jövök. Jó. Na, elindult.
Ó! Nincs bekapcsolva. Speed limiter. Már pályán vagyok.
összerakni egy jó kört. Én se. Mindig elbasztam valahol. Elvitte a szél, mi? Mit? Ápolyt, kettő darab van az acskóba. Ja. Ó, de szar. Pont a darálóból induló. Ó, még egyet csúsztam hátra. Bassza is, 18. hely, édes Isten. Na, meg 23. Lesz itt minden előttünk, bakker. Ja. Előttem csatáztak ketten, az olyan jó lett volna, ha nem lettek volna. Aha. Versenybeállítás, ami nem is mentem. Húha! Nem baj az. Hát meg kéne próbálni nem hibáznom. Majd ne üssenek ki. Na akkor hány litert kéne tenni? Én 84-jel indulok, és utána 64-et tankolok rá. 84, és akkor 64-et. Ez felvezetővel együtt elégnek kell lennie. Kíváncsi vagyok, mit mond a programom majd. Hát figyelj, a másik liga az van, 51 kört ment ugye 75 perc alatt. Azt be lehet szorozni 2,5 literes fogyasztással. Azt mondja, hogy amíg 52, és akkor felvezető 52-szer, 2,5. A 130 liter. Meg 136-ot számoltam. Elég lesz ez a 84-64. Meg én így osztom meg, aztán ennyi. Az első versenyen 23. helyről indulok. Az nem rossz egyébként. Meg amúgy az időmérő számít. Nem. Na. Arra figyelj, hogy ne használd gumit, tegyél fel. Azt már átállítottam 4-es. A 10-es szettel megyek. Felvezetőn beszoktam állítani a 11-es szettet, és akkor kell futam közben nyomkodni. Elvileg van olyan okos már, hogy olyan gumit rak, ami mellett pötty van, vagy nincs pötty, mit tudom én már. Hogy van jelezve a használ gumi? Nem tudom, annyira még nem tapasztaltam ki. Van még hova fejlődni ebbe a játékba bőven, meg megtanulni az autót. Hozzászokni, stb. Megnézem, már a live-ot híres lettem-e.
Ja, semmi, ez nem én vagyok. Tittem. Hát a mezőn végére az annyira nem szoktak foglalkozni, bár szerintem egész jól közvetítenek. Mondjuk a csatornán akkor közvetítik, tehát most nem azt mondom, hogy le vagyunk szarva, de... szokták figyelni, hogy hol van mérkőzés, aztán azt közvetítik. Hát végül ez fasság, hogy nem foglalkoznak a végével, mert ez nem igaz. Nem mondjunk ilyet. Nem jól nyomják egyébként, teljesen szenészhető. Kis szórakozás. Nézni. Ja, látszik a festésem, vagy bár ilyen. Hát nézem csak. Fehér csík, az megvan a pirosba. Hát, látszik, mert zöld a tükröm, igen. Látszott talán. Akkor csak nálam szar valami. Bár lehet, hogy ki kéne lépnem a játékból vissza. De lefrissítettem, de így, hogy nem léptem ki. Úgy látom, hogy jó, de várjál rá nagyítok. Én csak távolról látszódom. Aha. Igen, látszódik, aha. Na, zsír. Már hátulja is fel volt feliratozva, ha jól láttam. Aha. Jó. Hát fekete szín ne legyen az autóban, akkor jó. Nem volt. Akkor jó. Aztán sok sikert. Neked is. Jó, minden be van állítva. Igen, a tire setnél pöttyöt rak az új gumira, mert az ötössel ugye nem mentem, és ugye ötöst ad. Vagy ja, tényleg pöttyöt tesz a használat. Igen. Aha. Nem, az újhoz az rak pöttyöt. Ja, az újhoz. Igen. Újhoz. Na, boxika, ügyes legyél. 11-est beállítottam. Kiszedem a szuszpenzió javítás, meg ezen fasságokat. Reméljük nem lesz rá szükség valóban. Ide itt van a picsámba az Aston Martin. Jó, kicsi rajtrácsok. Ja. Alig fél neked az autó. Basszus, benn vagyok a box oldalán. Az a hát a szar, igen. Úgy látjuk a páratlan van kívül. Ez nagyon szar rajt lesz. Csak a pálya közepére tudok bejönni majd. Majd igyekszem súgni. Hát jó. Örülök, ha magamra tudok figyelni, nem még az infókra. Hát, hogy van-e melletted valaki, vagy ilyesmi? Hát azt látom a deltával végül is. Nem lesz gond, csak... A hideg gumikkal meg ne csúszak ki az első kanyarból, nagyon óvatosan kell. Ha megoldjuk, azért vagyunk versenyzők. Az. De hol laksz amúgy, Pest? Nem. Hajdúbihar megyén. És nem Debrecen. És nem Debrecen. Arra nem jártam sokat. Ugye mindjárt megsúgom. Jó van. Ja, na ott egy munkatársam. Na, ott az a szülőhelye. Igen? Ha. Pépányi Attila, nem ismerős? Nem. Mert a szülei ott élnek még. A utcát meg nem kérdezem, miért mondtam. Nem is érdekel. Pedig nem olyan nagy izé lehet az polgár. Hány lakos? Annyira... Jaj, megforogtam. Na basszus. Na jó, elfoglalkozunk ilyen fossal. Így lett jó a gumi. Csak nem érek vissza. Szerintem. Visszaérsz. Na, csak nem tudom, meddig enged ez a szal. Na jó.
Egyelőre még itt vagyunk az utolsó előtti kanyarban. Jaj, eltévedtem. Na. Legalább kimaradsz rajta után néző. Nem, itt vagyok, látom. Majd max majd futom után megbasznak, érted? De mindig. Na, hajrá! Hajrá! Melletted egy Audi, vagy ja, már előtted, jól van. Igen. Ott tömegbaleset volt mögötted. Hú, de jó, hogy elkerültek, bazd meg. Ne, közben támad engem valaki. Hú, a faszom. Én kimaradtam mindenből. Veszettem egy négy pozíciót, mert elén forogtak. Bossa. Megy arrébb, nézd meg. Meg kellett pöckölni egy kicsit. Már egy valaki megy a boxba. Csak nyugodtan hosszú a verseny. Már muszáj volt előzni, mert gyors, jobb volt a kigyorsításom, úgyhogy be szurakodtam, vagy furakodtam. Na, mert 14. vagyok. 17. Nagyon jó, gyere. Jövök. Pedig az a simon izé az gyorsabb volt, valami lett vele is akkor. Nem jó az a izé Ferrari, nézd meg. Na, jó van. Na babám, hova mész? Az sok lesz, tesó. Jajjaj, téged meg szorongatnak ott, úgy látom. Igen, igen. Ez a versenyszetup jobb, mint az időmérős, ezt nem hiszem el. Csak még melegedjen a gumi egy kicsit. Ó, de nyilván már jó. 27-1 nyomásom van. Az szép. Nekem jó 26-ot most éri el. Az szép. Dombos kigyorsításnál jó, jó a Merci, úgy láttam a Ferrarihoz képest. Próbáljuk levadálni, jó. Messze vagyok. Ajaj. Thank you.
Jajjaj, sasúrjon. Na, gyerünk babám. Összejött. Bírom lerázni ezt a McLaren. Miért is ne tudnál úgy megállni, hogy... Na, leráztad őket? Hát egy picit. Hát
Nézd meg, és kipeckel. Ó, jaj. Egy 2 perc a sérülésem. Thank you.
Mi a helyzet? Várj egy kicsit. Sors megelőzött. Jaj. De úgy előzött meg, hogy az első kanyart szélesebben vette, hogy nagyobb lendülete legyen. Uh-huh. És ha a második kanyarba így meg tudott előzni, azt lehet, hogy meg fogom óvni. Legalább nézzenek rá. Kíváncsi vagyok, mit szólnának hozzá. Előttem, nagyon jó. 12. Nem unatkozok a futamon, bassza meg. Húzom a harmadik vagyunk. Na, ez az. Gyere, gyere, gyere. Hát kurva messze vannak. Bár most közelítek egy srácra, valószínű elkoptatta a gumiát. Nem szabad feladni soha. Na, ha is a szektor. Az első kanyarban van még, ki meghal. Somewhere.
verseny. Na, el is kopott a gumim lassan. Hát már én is érzem. Van egy... Menni kell még bőven. Van egy srác, aki itt van mögöttem, mióta... Ugye megforogtam. Vagy megforgattak, jobban mondva. Ezt így autókázunk egymás magad. Jó van. 5000-nél sose jön közelebb, úgyhogy... Kigyorsításokra játszok, csak jó. Így meg a... Hátsó gumik lassan megdöglenek, de... Az első. Tép nyugodtan. Na, előttem van, lesz buli, úgy látom. Na. Összegyűlt egy boly. Be, a pálya belső része nagyon nem tetszik a Mercinek. Igen. Ez a dupla balos, az nem... Hát adja. Meg az előtte lévő kanyar sem. Igen. Ott volt gyors a Ferrari is az elején. Két szekre vagyok a srác mögött. Baszott McLaren, nem akar innen eltűnni mögül. Hát ez meg lesz reggelire. Úgy látom. Ez a Ferrari nagyon lassú. Megint szélesítettem az első kanyart, faszom, már nem áll meg a kocsi. Ahogy büntetés kapjál. Nem. Még warningom sincs. Jó. Na, azok meg összementek. Nagyon jó. Ennyi. Na, el is ment a srác. Faszom. Itt igen, én kell fordulni. De utálom. Na, kérem vissza a 21. helyemen. Thank you.
de rossz a gumi már. Már 30,5-öt megyek csak. Előttem egy lekörözött és nem áll félre. Faszom, hogy nem lehet az első kanyar belül. Yeah.
lassan boxolunk. Igen. Két megkörözött is van ezen. Áj, de lassú az első kanyarban, srác. Ugyanannyit tettél bele csontra? Aha. Jó, mondjuk a pályajátolódás miatt nem lesz gond. Hát semmi nem, hogy fél percet nem ütközünk. Nem kell várnod a boxba, vagy nekem. 13. vagyunk. Bőven messze vagyunk. Na, faszom, meg se áll az első kanyarban. Kilökép az meg. Ja, most ketten vannak rajtad, vagy azok lekörözöttek? Lekörözöttek, de nyilván most nekik frissebb a gumijuk. Tehát negyedik vagyok. Kilogtatnom kellett, hogy félre. Jaj, de megijedtem. Kijöttem hamarabb. Jó. Nehogy alám vágjon a sász, bár úgyis van egy maréknyi büntetésem. Vagy mi az? Sérülés. Ezek a kis köcsögök nem toltak vissza. Harminc szek. Csak. Kikalapáltátok a kocsimat, fiú. Kalapálták, ügyesek vagy. Megyek a szúzzamanyag, mindig ezen aggódok. Csak most járunk majd fél perc, fél óránál.
most jövök majd ebbe a körbe. Elég lesz a benzin, bőven. Azt a deget.
Ja. Tizenegyedik. Az jó. Mindjárt lekarozol. Előrébb már nem tudok menni, már 10 másodperc a hátrány. Itt van, itt van előttem. Szerintem féket is cseréltek, most az a fék, ez egy kicsit szarabb. Kétszer pörögtem egyet. Ez új autót kapta. Ja. Egyszer váltáskor pörögtem meg. Aha. Utána meg fékkezés, nem volt jó. Jó, semmi baj. Következő futam Silverstone, az már ismerősebb. Hát már az. Pálya biztos, hogy jobb lesz lapban. Elfáradtam. Na, végre kijött asztalos a boxba. Thank you.
Ezek is feltartanak? Hát most érem őket utol. Ha integettek nekik. Még nem állnak félre. Kijelt out meg a vég. Egyik félre áll.
Elfáradt a tizedik. Hát már ráestem. Ja. Hát csak tőlem van messze. Ja. 15 másodperc. 31-1-en ment az elő. Milyen autó az? Audi? Audi, ja. Hát esetleg a büntetésekkel van esélyem a top 10-re, de nem biztos, hogy bejön. Majd az elején ki tudja milyen pitty-puty volt. Ott mit úsztam meg, bazd meg, igaz? Jó. Ja. Azt a kurva. Kiállt már a szerencse. Vége, ugye? Hát én, nekünk még utolsó kör van. De nem, várja, nekem is. De hülye vagyok. Én nem intett le. Ja, húpa, az enyém, majdnem megálltam. Szokom itt a végén. Majdnem eldobtam, jó már. Csak elkom. Nevileg 20-ig lettem. Kifagyott a csávónak a benzin szerintem. Az igen. Na hát én meg 11-edik. Ja. Pont 16 másodperc hátrány. Jager mögött. Ja, nekem nem látszik a festésed. Az jó. Azt tudja miért. Megnézzük a YouTube-on, hogy... Na jó, félreállok aztán. Hát, ha felveszi még ezt is a replay-en. Ja. Oh, de elfáradtam. De kár lehettem volna, vagy 15-dik biztos. Ja, nem baj, majd. Szilveszton. Na nézzük itt a rajtot, kíváncsi vagyok, hogy mit húztam meg. Ez az nagy volt. Hát bazd meg. Ja, ez már. Ez már az első. Na innen indul. Ez kemény lesz. Ilyen kamerából nézzük. Lassítva. Na nézzük már együtt. Na. Discordon megosszam. Uh-huh. Teljesül. Akkor menjünk át Discordra. Jó.
Sound muted. Na srácok, hát ennyi lett volna ez a mai verseny, hát nem úgy alakult a dolgok, ahogyan én ezt gondoltam, pedig egy top 15 talán benne lett volna így ennek a teljesítménynek a tükrében, csak hát volt az a kiforgatás, ami nagyon csúnya volt, meg hát volt két egyéni hibám, ami most már az etap végén volt, hát abból kicsit tanultam, egyszer a féket nem nyomtam, és úgy váltottam le. Amiatt ment ki a kocsi hátulja, a második pedig nem is egyszerűséggel egy szar féktáv volt sikerült velem, de amúgy jó volt, mert így 20. lettem. Nyilván az óvas meg fogom tenni az érintett ellen, amennyiben nem jelentkezik, úgyhogy hát azért az csúnya volt, de én is még megnézem a replayt, és akkor majd azután cselekszem. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt és nézte a live-ot. Felkerül majd YouTube-ra is az adás, és akkor vissza lehet nézni. Jó kis 1 óra 15 perc volt, élveztem a versenyt. És abszolút úgy gondolom, hogy nem kezdő létemre. Nem vesztem el a súlyesztőbe, igaz, kaptam egy kör, de hogyha ezek nincsenek, akkor nem kaptam volna, vagy kicsi lett volna rá az esély, na majd legközelebb Silverstone-ba meg mutatjuk, hogy mi újság van. Úgyhogy én speedrun voltam, a hétvégén pedig MPL lesz majd, Magyar Nagydíj, Hungaroring, úgyhogy szombaton tartsatok velem, én búcsúzom, sziasztok!